Talán soha nem volt még akkora tétje a választásoknak, a rendszerváltásnak csúfolt ócska színjáték óta, mint most. Az elmúlt két év mesterségesen generált válsághelyzetei bebizonyították Európa fiai számára, hogy csupán két út áll előttünk. Az egyik, az új világrendet építő globalisták és a velük kollaboráló szalonjobboldalak útja. A másik, az ennek ellenálló nemzeti mozgalmak útja. S noha a Fidesz kommunikációjában rendre azt bizonygatja, hogy ő bizony egy nemzeti párt. Tetteiben sajnálatos módon azt látjuk, hogy ugyanúgy a globalisták hű csatlósai, mint baloldali állellenzékük. Miközben a két nagy tömb a színpadon egymás legáldázabb ellenségeinek mutatják magukat, addig a függöny mögé nézve azt láthatjuk, hogy valójában ezer szállal fonódnak össze. És a lényegi kérdésekben valahogy mindig kísérteties az egyetértés kettejük között. Vegyük például az orosz-ukrán konfliktust. Ezzel kapcsolatban milyen álláspontot képvisel a baloldal? A kezdetektől fogva azt mondják, hogy fel kell fegyverezni Ukrajnát, és hogyha a NATO úgy kívánja, akkor katonailag is be kell avatkozzunk. Emellett támogatnak minden Oroszország elleni szankciót, és követelik Oroszország elvágását a civilizált világtól. Mi volt erre a Fidesz válasza? Kijelentették, hogy amit a baloldal akar, az nettó felelőtlenség, hiszen ezáltal egyrészt a fegyverszállítás által nyíltan konfrontációba kerülünk az oroszokkal, ami hazánk semlegességét veszélyezteti, a szankciókkal pedig veszélybe sodorjuk Magyarország energiaellátását és az általuk bálványként imádott rezsicsökkentést. És ezzel szemben mit tett a Fidesz? Hiszen tudjuk, hogy az ő esetükben, hogy mit tesznek, és mit mondanak, azt érdemes külön vizsgálni, hiszen gyakran a kettőszöges ellentéte egymásnak. Tehát mit tett a Fidesz? Európa parlamenti képviselőik megszavazták az Oroszország elleni szankciókat, ideértve a Paks 2 bővítésének leállítását. Ezzel globalista érdekeknek megfelelően a kormány volt az, amelyik veszélybe sodorta a hazánk energiaellátását. De ők még ennél is tovább mentek, hiszen, ahogy ezt a Mi Hazánk mozgalom leleplezte, magyar felségjelzésű repülőkkel szállították a rakétákat. Mi ez, hogyha nem a semlegességünk veszélyeztetése és feladása? De említhetném akár az elmúlt két év járványkezelését is. Hiszen, mikor beérkezett hazánkba a koronavírus, akkor mit mondott Orbán Viktor? Magyarországnak működnie kell. Erre a baloldali globalisták pedig követelték a korlátozásokat, a lezárásokat, később pedig az oltási igazolványt és a kötelező oltásokat. És megint csak mit csinált a Fidesz? Amit a bal liberális oldal követelt. Korlátozások, lezárások, később pedig oltási igazolvány és kötelező oltások. Kizárólag a Mi Hazánk mozgalom helytállásán és kitartó harcán múlott, hogy a kormány a közelgő választások miatt visszavonulót fújt, és valamennyi szankciót és korlátozást feloldott. Ha a Mi Hazánk mozgalom nem lenne, már régen kötelezővé tették volna az oltásokat és az FFP2-es maszkokat, csak úgy, mint Orbán Viktor laboratóriumában, Ausztriában. De ne legyenek illúzióink, messze nem ért még véget az egész Covid-hisztéria. Hiszen elég csak megnéznünk a környező országokat. Valamennyien újra is újra visszavezetik azokat a korlátozásokat, melyeket korábban feloldottak. Hazánkban sem dísznek épült Debrecenben a vakcinagyár. És ha mindezek után a magyar társadalom jelentős többsége ismét bizalmat szavaz a Fidesz kormánynak, akkor igen bajos jövő elé nézünk. Hiszen Bill Gates már bejelentette, a vírusok kora köszönt ránk. A Fidesz pedig egyértelművé tette, hogy bármikor kész fenntartások nélkül kiszolgálni az épülő új világrend urainak minden parancsát akkor is, ha azok ellenkeznek a magyar nemzeti érdekekkel. Éppen ezért hiába játsszák a színpadon, hogy ők a szabadságharcosok, Magyarország függetlenségének védelmezői. Mi pontosan látjuk, hogy csak úgy, mint a nyíltan globalista nemzetáruló baloldal, a nemzetire mázolt Fidesz képviselői is nem csak egy alomból valók, de egy azon urakat szolgálják. És minden a két nagy tömb képviselőire leadott szavazat egy lépéssel közelebb visz minket a biztos nemzet halál felé. A Mi Hazánk mozgalom pedig nem a harmadik út, hanem az egyetlen a nemzet megmaradásának szempontjából. Ezért kell elmennünk választani április 3-án, és erre kell bíztatnunk minden rokonunkat, barátunkat és családtagunkat, hogy mind listán, mind egyéniben csak a Mi Hazánk. Fel a győzelemre!